estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Izgalmas téma lesz a következő, ugyanis megkeressük az összefüggést a Covid és a divat között. Sok mindenre hatással volt a koronavírus járvány, és sajnos hatással van még most is. Sok mindennel foglalkoztunk is, de azt hiszem, hogy a divatról kevesebbet beszéltünk, pedig természetesen nem csak gazdaságilag, egyébként is érintette a divatot. Ha csak a saját példámból indulok ki, például voltak hónapok, amikor a világ összes kincséért fel nem próbáltam volna próbafülkébe egy ruhát, inkább kerültem az ilyen vásárlást, sőt, mitől öltözködni sem nagyon volt kedvem, mert ugye a cipőt már a kapuba levettem, nyilván olyan cipőt vettem fel, amit nem sajnáltam. A ruhákat a teraszon dobtam le, nyilván olyan ruhákba jártam, amiket nem sajnáltam, sőt, még nekem ilyen fóbiám is volt, hogy nem veszett fel kötöttet, mert hát ha jobban megül a vírus, ez szakmailag természetesen nem támasztotta alá senki. De én így álltam hozzá, és biztos vagyok benne, hogy másnak is a fejében megfordult. Következő témánk tehát, ahogy mondtam, a Covid és a divat hatása, de mielőtt erre rátérnénk, engedjék meg, hogy bemutassak egy nagyon kedves régi ismerőst, aki bizony ennek a területnek igen nagy értője. Sok szeretettel köszöntöm Kernya Mariant, stylistet itt a televízió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek én is most egy új dimenzióban, egy új közegben. Így van, nagyon komoly időszakon vagyunk túl, és nagyon keveset beszéltünk róla, vagy ezért, vagy azért, de hát bizony itt nagyon komoly összefüggések vannak gazdaságilag is, pszichésen is, és a divat volt az, ami mindenkinek egy ilyen önkifejezés volt, egy ilyen megjelenési forma, egy ilyen stílus, ha úgy tetszik, és hát bizony most ezt néhány hónappal ezelőtt, mint olyan így elvágták, és mindenkit, amikor az otthonukba parancsoltak, akkor nagyon megváltoztak az öltözködési szokások, illetve az ehhez való hozzáállás is. Úgyhogy rengeteg dolog van ezzel kapcsolatban, amiről beszélgethetünk, a gazdasági tényezőket, a divat világ szereplőinek a hozzáállását, illetve az ő helyzetüket ebben az időszakban, és ennek az akár messze menő következtetéseit is, hogy hogyan változott meg az emberek viszonya az öltözködéshez, hogyan lettünk egy picikét talán tudatosabbak, vagy hogyan értékeltünk át bizonyos dolgokat, ahogy te is említetted, úgyhogy rengeteg témánk van ezzel kapcsolatban. Tapasztalható volt másoknál is, hogy inkább ezt a bizonyos általam toronynak nevezett stílust hordták ez idő alatt? Hát igen, én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb viselet az gyakorlatilag március és május, június között azok a pizsamák, melegítők és mindenféle otthoni öltözetek voltak, ugyanis hát nagyon komolyan az otthonukba parancsolt bennünket ez a pandémia, ha úgy tetszik, és szerencsére egyébként nagyon jó volt látni, hogy egyfelől, hogy ezt mindenki nagyon szépen betartotta, és igyekezett a lehető legfegyelmezettebben viselkedni. Ehhez az is hozzátartozott, hogy gyakorlatilag legtöbbünknek a napi élményeket, vagy a heti élményeket, azt mondjuk a patikába járás, a bevásárlás jelentette a külvilággal való kapcsolattartást, és ez is csak a családnak bizonyos tagjai számára adatott meg, hiszen ugye most az, hogy csoportostul járunk bevásárolni, vagy ez egy programelem, vagy ez egy bármifajta aktivitás, az most teljességgel háttérbe szorult, és kizárólag a szükségletek legszigorúbb értelemben vett kielégítése volt a cél. Tehát a shoppingolás, bár ezt a szót nem annyira szeretem, de ez ma már bekúszott a magyar nyelvben, tehát ez a shoppingolás, mint olyan élmény szinten, ez teljesen háttérbe szorult, és ez teljességgel kimaradt az életünkből. Hát egy jó negyed évre biztosan, és hát aztán ez igazából olyan következményeket is eredményez, hogy bizony nagyon lassan tér vissza ez a fajta rituálé, ha úgy tetszik, a mi életünkben, ugyanis ahogy te is említetted itt a bevezetődben, amikor már újra nyitottak az üzletek, és újra lehetett vásárolni, és sőt, vártak is bennünket, és invitáltak az egyes kereskedelmi márkák, akkor
akkor is azért még ez a ruha, illetve a divat szektor, ez azért egy ilyen speciális ágazat, hiszen itt próbálni kell akár több darabot is, egy ruhát többen fölveszünk esetlegesen, míg mondjuk ez hozzánk kerül, és nyilván normál esetben is, ha esetleg megvásárolsz valamit, valószínűleg otthon átöblíted, mielőtt hordani kezded, de azért mondjuk erre az üzletben nincsen lehetőséged, és nagyon sokakban fölmerült az, hogy amikor itt van ez a járványhelyzet, akkor utána bizony-bizony, hogy megyünk bevásárolni, és nagyon sok márka azt javasolta az első időkben, amíg ez tényleg az orvosilag alátámasztást nem nyert, hogy szerencsére túl vagyunk a nehezén, hogy úgy vásároljunk, hogy otthon próbáljunk, amennyire csak lehet, próbáljuk ezt a minimálisra szűkíteni annak a lehetőségét, hogy mi ruhát próbáljunk, illetve lábbelikre is igaz ez. Tehát, hogy maga a vásárlás megszokott metódusa, illetve az élménye, az mint olyan egészen háttérbe szorult, és azt érzem, hogy mostanra kezd talán szépen, fokozatosan visszatérni, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan feladatunk lett, és olyan élethelyzetünk, ami azt hivatott volt alátámasztani, hogy bizony ez a sokadrangú dolog lett a mi életünkben. Hát ezt nyilván megsínlette a hazai és a nemzetközi divatipar úgy ablok, és nagyon sokat kellene róla beszélni, vagy érdemes lenne talán inkább így mondom, mert azért ez egy jelentős gazdasági szereplő. Magyarországon még nem is annyira, de a jól ismert divat fellegvárakban, mint Olaszország, Franciaország, Anglia, esetleg Amerika, ott azért ez bizony-bizony nagyon komoly gazdasági következményekkel jár, hiszen gondoljunk csak bele, hogy a divat mint olyan, az idegenforgalommal együtt szinte teljesen letaszította a lábáról ez a pandémia. Tehát a tavaszi, és még én kimerem jelenteni, hogy a nyári szezon is, mint olyan, az teljesen hát a megsemmisülés vagy a minimalitás szélére sodródott. Tavasszal tartják a nagyvilágban a legnagyobb divateseményeket, a divatheteket, divatnapokat. Még ilyenkor az úgynevezett hot couture, tehát azért nagyon komoly bemutató napok is elmaradnak, a divathetek. Tehát az egyetlen a milánói Fashion Week, amit megtartottak, de hát ott is a komplett ázsiai piac, ami a legnagyobb felvevő piac ma a világon, ez teljesen távol maradt. Tehát bizony-bizony olyan komoly, és ezekben bele se gondolunk, de ezek nemzetközi szinten nagyon komoly eurómilliárdokat eredményeznek. Mindig egy mém jár a fejemben, és ne haragudj, nem akarok viccet űzni belőle, de ugye Kínában az embereknek a fantáziája szenzációs volt. Tényleg nagyon sok jó mémet látunk, de ami nagyon tetszett nekem, az a gumikesztyű a lábon, és úgy vette fel a lábúj papucsot, mert én is gondolkoztam ezen, hogyha eljön majd az időjárásban az enyhülés, amikor annyira óvtuk magunkat a ruhával, meg gumikesztyűvel, meg mindennel, hogy akkor hogy fogunk majd szandált, illetve papucsot hordani, de szerencsére azért addigra már úgy mégiscsak elnyúlt a helyzet. Mit hagytunk ki? Milyen lett volna a tavaszi divat? Hát Isten igazából most egy ilyen nagyon kellemes és nagyon vegyes időszak elébe néztünk volna, ahol nagyon-nagyon sok minden divat tervekben szerepelt, valahol elkészítésre is került, valahol megmaradt az íróasztalokon és a tervezőasztalokon, mert nagyon sok helyütt el sem készültek a kollekcióknak már a második és a harmadik üteme. Nagyon izgalmas motívumokkal teli, virágmintákkal teli, különleges nyomatokkal, printekkel teli, nyilván a farmer, a kényelem, az továbbra is zászlós hajója volt a tavaszi-nyári kollekciónak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a klasszikus kék az idei év trendszíne. Ehhez mérten azért nagyon-nagyon klassz dolgokat képzeltek el a tervezők, de hát ezeknek egy jó része, mondom, bennmaradt a tervező asztalokon, illetve a legyártásra került, akkor is nagyon nehéz volt ennek az értékesítése. Ugye nagyon nagy kérdés az a jövőre néz,
nézve, és szerintem rengetegen latolgatják azt, hogy most vajon merre tovább. Most az online-ra tevődik át a hangsúly, illetve megmarad a kereskedelemnek ez a klasszikus kiskereskedelmi, vagy nagykereskedelmi jellege. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés volt mindenki számára. Nyilván azon kereskedelmi hálózatok, illetve márkák, akik rendelkeztek komoly online háttérrel, e-kereskedelmi szempontból felkészültek voltak, azok ezt az időszakot egy fokkal egyszerűbben átvészelték, hiszen azonnal próbálták átterelni a kedves vásárlóikat az online térbe. Ez egyébként működött is, mert hogy gyakorlatilag, amikor a négy fal közé voltunk szorítva, és azok, akik nem voltak olyan szerencsés helyzetben, hogy mondjuk egy családi házban vészeljék át, vagy egy ilyen zöldövezeti részben, ők bizony a négy fal közé voltak szorítva, hosszú-hosszú heteken keresztül, nyilván az ember az online térben élte az életét. Ezt rengeteg statisztika támasztja alá, mindenki mindent online intézett, és hatalmas ugrás volt ebben a térben. Én azt gondolom, hogy a divat is azonnal áttevődött, már a milánói divat héten is, ahogy említettem, már ott is azonnal érezték, hogy az ázsiai piac távolmaradását jelzi, ezért ugye ott nagyon speciálisak a lehetőségek, mert hogy ott a közösségi médiájukból sajátjuk van, tehát a jól ismert, általunk használt közösségi média ott nem elérhető, tehát azonnal a nagyon nagy általunk világmárkáknak, prémium márkáknak ítélt brendek azonnal léptek, és azonnal online bemutatókat tartottak, már divat bemutatót is tartottak online, hogy a nagyon preferált ázsiai piac azért elérhetővé váljon, és nem szakadjon meg a kapcsolat. Úgyhogy bizony-bizony azért nagyon-nagyon nagy nehézségek voltak, és ebben az a nagyon nagy nehézség, hogy bár mi azt érezzük, hogy a mostani kollekcióra, vagy a mostani szezonra nyomja rá a bélyegét ez az egész élethelyzet, amiben belekényszerített bennünket, ez az úgynevezett koronavírus, de itt azért sokkal előbbre kell tekintsünk, mert hogy a divat az mindig nagyjából egy fél évvel, egy évvel előrébb jár. Tehát az, hogy most ezekről a nagy világeseményekről, a nagy kollekciózásokról, a nagy rendelésekről távol maradtak, illetve csak online platformokon keresztül virtuálisan lehetett ezeket megtenni, ezeknek akár még évek múlva is érezhető lesz a hatása. Tehát az biztos, és ezt kijelenthetjük, hogy az óvatosság azért érezhető az emberekben. Két tényező van. Az egyik az, hogy akkor, amikor újra szabad volt, és újra lehetett, akkor rengeteg félelem és kétely volt bennünk, ahogy te is említetted. Hogy mi lesz? Aztán nyilván ezzel nem lehet együtt élni hosszú távon, ez úgy a pozitív események és a pozitív eredményeket halva kicsit úgy háttérbe szorult bennünk, és mivel, hogy most azért az utazási szokásaink is megváltoztak, és nagyon-nagyon sok mindenben most kompromisszumokra, illetve változtatásokra vagyunk ítéltetve, ezért én azt gondolom, hogy a vásárlás az egy tipikusan olyan bázisa a mi életünknek, vagy lesz, vagy kell, hogy legyen, amire támaszkodva azért bizony élményeket szerzünk. Tehát én a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy amikor újra lehetett vásárolni, akkor az én ügyfeleim, illetve az én ismerőseim, mindenki azonnal kért, hogy menjünk, mert hogy az, hogy oda mehetek, hogy megfoghatom, hogy fölpróbálhatom, hogy találkozhatunk, hogy ingerek érnek, hogy impulzusok érnek, hogy látom a színeket, az anyagokat, a fazonokat, fölpróbálhatom, az egy élményt ad nekem, az azért sokaknak egyfajta kikapcsolódás, egyfajta töltekezés volt az elmúlt időszakban, és lesz ez még hosszú-hosszú távon. Arra nem beszélve, hogy akinek most lehetősége van, és teheti, annak érdemes körülnézni az üzletekben, mert hogy most gyakorlatilag a nyári kollekciót, mint olyan, gyakorlatilag a legkedvezőbb áron kaphatjuk meg az elejétől, körülbelül augusztus, július végén mostantól kellene kezdődni a kiárusításos időszakoknak, és hát mikor az első meleg napsütés bejött, és feloldották a karantént, és újra nyitottak az üzletek, akkor ekkora táblákon hirdették a kedvezményeket. Úgyhogy ez azért ilyen szempontból, hogyha a vásárlói oldalt nézem, akkor ez egy kedvező tényező.
Azt hinné az ember, hogy az online vásárlás kapcsán jutott jobban eszébe a hölgyeknek, uraknak sztájlis segítségét kérni, ugyanis nem egyszerű, mert hogyha elmegyünk egy üzletbe, felpróbálunk egy ruhát, akkor látjuk, hogy az jól áll, vagy nem áll jól. Viszont, hogyha látjuk a képen, és rajta van egy tökéletes alakon, akkor úgy gondoljuk, hogy biztos, hogy nekünk is jó, sőt, még hiszünk a mérettáblázatban is, és akkor ez alapján megrendeljük, és csodálkozunk, hogy egy olyan ruhadarabot kapunk, amivel nincs mit kezdeni. Ezt is tanulni kell. Hát bizony, tehát, hogy talán ami egyébként ennek az egész járványhelyzetnek a nagy tanulsága volt, és az úgynevezett fast fashion, tehát ezek az általunk is nagyon kedvelt és népszerűnek ítélt nagy brendek, akiknek az üzletei Székesfehérváron, illetve Budapesten is megtalálhatók minden nagyobb bevásárló központban, ők ettől nagyon félnek a messzevenő hatásoktól, ugyanis az tapasztalható, hogy egy kicsit az embereknek a tudatossága, a hozzáállása változott meg az elmúlt időszak alatt, ugyanis ezeket a heteket mindenki képzésekre, tanulásra, online tudásbővítésre próbálta fordítani. Így például a divat terén is rengeteget böngésztek, rengeteg divatcikket olvastak, rengeteget próbáltak fejlődni, de hát azért ez mégiscsak egy szakma, tehát hogy nagyon ez is, bár nagyon sokan igyekeznek ezt is elbagatelizálni, de azért ez nem adatik meg mindenkinek, hogy azonnal rájön a szeme, hogy tudja, hogy mi mivel kombinálható, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot rendelt az emberek az első időben, ami nem biztos, hogy megfelelő volt. És tele van a gardrób, tele van a szekrény, és aztán most végre a karanténnak szerintem ez volt az egyik legnagyobb hozadéka sok mindenkinek, hogy végre volt idő a gardrób frissítésre. Te gardrób frissítettél, Csilla? Otthon. Pakoláztam először a téli helyet a tavaszit, igen, aztán a tavaszi helyet a nyárit, mert arra nem volt szükség. De ha már itt tartunk, hogy szakma, te hogy lettél stylist? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak, akik tudatosan készülnek egy-egy pályára, meg vannak, akiket az élet sodor valamilyen irányba. Én ez utóbbi kategóriában tartozom. Én tudatosan, bevallom őszintén, soha nem készültem erre. Aki engem jól ismer, és te is ezek közé tartozol szerencsére, tudja, hogy én egyébként is egy kreatív területen dolgozom, immáron több mint 10 éve, tehát én egy kreatív cégnek vagyok a szakmai vezetője, nem mellesleg, és gyakorlatilag nagyon sokszor kerültem olyan élethelyzetbe, hogy kampányokat terveztünk, bemutatókat, eseményeket készítettünk, ahol nagyon fontos volt az együttműködők megjelenése, tehát mondjuk egy fogadáson, nem mindegy, hogy a hosteszek hogy néznek ki, hogy milyen ugye egy stylist az nem csak megjelen öltözködésben játszik szerepet, hanem vannak interior stylistok, akiknek egy ilyen millió megteremtése a feladatuk, és rengeteg ilyen élethelyzetbe kerültem, amikor nekem így is helyet kellett állnom, kimondva, kimondatlanul, én már ebben dolgoztam, és aztán jött egy felkérés az egyik partnerünk részéről, akivel hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk, hogy mi lenne, hogyha csinálnék. Először jött a Bokától egy felkérés a rádió irányából, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen divatműsort, mert hogy ő látta a munkáimat. Én közben nyilván folyamatosan képeztem magam, akkor jött ez a rádiós felkérés a Bokával, akkor szerencsére az nagyon gyorsan, ő erre nagyon ügyesen ráérzett, mert erre volt fogadókészsége a Vörösmarty rádió hallgatóinak, akkor az elindult, és akkor utána szépen fölépült egy úgynevezett brand, hogyha ilyen csúnyán szeretnék fogalmazni, amiben voltak tévés megjelenések, FMC-s blogok, Vörösmarty rádió, akkor volt személyes vásárlás, rengeteg, nekem ugye kialakult egy klientúra, akikkel azóta is szinte folyamatosan kapcsolatot tartok, tehát hogy én azt gondolom, az élet. Hozta az élet, és hogy vannak olyan dolgok, amiket meg, nagyon sok mindent megtanulhatsz, rengeteg mindent, de vannak dolgok, amire így születni kell, tehát hogy van-e érzéket hozzá. Nagyon sokan kérdezik az ügyfeleim, szinte mindig elhangzik, de hogyha valakivel együtt dolgozom bármilyen projekt kapcsán, akkor mindig megkérdezik, hogy de te honnan érzed, vagy honnan tudod, vagy hogy gondoltad, hogy ez jó lesz. És
Én nem tudom rá a magyarázatot. Ez egy tehetség, tehát jön, egy adottság. Tehát ez egy belülről jön. Nekem van egy viszonylag jó vizuális látásmódom, amit tudok kamatoztatni nyilván a kreatív szakmámban is, és itt is. Tehát, hogy, és ez a kettő, ez nagyon szépen tud együttműködni, hiszen kampányok tervezésekor nagyon fontos, rengetegszer nem találtuk megfelelő stockfotókat egy-egy kampányhoz, akkor azokat be kellett fotózni, rengeteg divat bemutatott csinált, amit Székesfehérváron is, csomó olyan a Fehérvár hangjának a születéstől időről időre stylistja, stílusmentora vagyok, voltam, tehát, hogy ezek olyan projektek, amik ilyen nagyon-nagyon kedvesek a szívemhez, és ugyanakkor akkor meg nagyon klassz dolgokat lehet belőle kihozni. Térjünk vissza a divatra. Valamit kiszellőztettek már? Készülnek az őszi divatra? Lehet tudni róla valamit? Mert az ember úgy gondolná, hogy a divattervezők is otthon ültek, mert nem tudtak mit csinálni. Fantáziájuk elmehetett bárhova is, tehát valamit lehet erről már tudni. Hát most először szerintem, mióta én az eszemet tudom, de nem csak én, hanem nálam sokkal okosabbak, illetve sokkal idősebbek is, azt mondják, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon nehéz időszak, ugyanis bár a divattervezők valóban otthon ültek, és valóban a fantáziájuk akár szárnyalhatott is, és szerintem szárnyalt is, na de ezeknél a divat cégeknél, divatházaknál bizony-bizony ülnek gazdasági szakemberek, gazdasági igazgatók, akiknek nagyon komoly fejtörést okoztak az elmúlt hónapok, és okoznak az elkövetkező hónapok is. Úgyhogy most nagyon fordulóponthoz érkezett a divat, vagy ez most egy olyan időszak, amit nagyon kevesen tudunk kiszámítani. Nagyon sokan azt prognosztizálják, hogy változás lesz, tehát ez az őrült fogyasztói társadalom, amiben ültünk ezen az óriás keréken, és csak pörögtünk, és folyamatosan rohantunk a bevásárlóközpontba, és az online térből ránk zúduló információnak elegettéve, vagy az ő invitációnak, elegettéve rohantunk a bevásárlóközpontokba, rohantunk az online felületekre, és rendeltük a milliós egy csomagot, illetve szaladtunk 100 000 szatyorral különböző kuponokat tépkedve. Ez volt eddig. Egy ilyen száguldó hullámvasút volt. Nagyon sokan azt mondták és azt prognosztizálták, hogy ez egy bődületesen nagy hiba a mi részünkről, és hogy kizsákmányoljunk a földünket, és biztosan te is láttad azokat a kampányokat, hogy ne vegyél új ruhát júniusban, ne vegyél fehér pólót, mert ennyi és ennyi ivóvizet teszünk tönkre miatt, tehát rengeteg ilyen kampány volt. Hát most ebben a pandémiás világ helyzetben vagy világ szituációban azért én azt gondolom, hogy ez a vírus ez megtette az összes kampányt így egyben, és ha valami, akkor ez most beláthatatlan következményekkel jár. Rengeteg jóslat van, hogy ezeket a fast fashion brandeket, amiket az előbb említettem, ezek nagyon sokat fognak ebből veszíteni, tehát rengeteg olyan tendenciát látunk, hogy a magyarok egyik kedvelt világmárkája zárja be nemzetközi szinten üzleteit, mindenki aggódott, amikor ez megjelent különböző online fórumok, hogy úristen, mi lesz velünk magyarokkal. Hát hál' Istennek semmi, úgy néz ki, hogy a magyar hálózatot ez nem érinti. Nagyon sokan azt mondják, hogy szűkített szortimenttel mennek, nagyon sok olyan márka van itt Székesfehérváron is üzlettel, akik nem kaptak a gyári kollekcióból, mert akadozott az áruellátás. Tehát, hogy szerintem most maximum a jóisten tudja, hogy mi az, ami történni fog. Én várnék még egy 2-3 hetet körülbelül, és olyan augusztus közepe vége lesz az, amikor egyrészt tudni fogjuk, hogy milyen irányba tevődik a divat, és milyen hosszú távú maradandó hatása volt ennek az elmúlt időszaknak, illetve, hogy a kérdésedre is válaszolni tudjak, szerintem ahhoz még szükség lesz egy 2-3 hétre, egy hónapra, mert hogy most nagyon le vagyunk maradva, és mindenki nagyon-nagyon óvatos, és nagyon-nagyon félve publikálják a kollekciókat, félve nyúlnak hozzá, hogy vajon merjük, ne merjük, mert hogy ugye riogatnak második, harmadik hullámmal. Nehéz kérdés, és nem tudom, mi lesz. Maradt egy percünk, és arról a tényezőről, ami azért megjelent, és divat lett belőle, mindenképpen beszélnünk kell, ez pedig a maszk divatja. Bizony. Hiszen már lehet bikinit kapni, ami háromrészessé vált, ez is működik, mert hogy a harmadik rész ugyanabból az anyagból a maszk. Mit szólsz ez a divathoz? Hát nézd, én annak egyébként örülök,
hogy próbáljuk ezt ilyen humorral és pozitívan átvészelni. Ez azt jelenti, hogy vagy megtanultunk együtt élni vele, vagy elfogadtuk, vagy már nem görcsölünk rá mindenképpen, nem lehet így élni, hogy állandó félelemben és állandó drámában. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy próbáljuk kifejezni önmagunkat, és próbálunk stílusosan fellépni ebben is. Azért fontos, hogy biztonságosak legyünk, tehát nem mindenféléket kötözgessünk a szánk elé, és hogyha lesz esetleg újabb megszorítás, vagy újabb ilyen irányú kötelezettségünk, akkor annak tegyünk eleget. De nekem ez nagyon szimpatikus. Én kérek mindenkit, hogy felelősen ám, de nagyon tetszik, hogy stílusosan és vidában próbáljuk túlélni ezt az időszakot is. És ami szerintem egy fontos zárszó lehet, az, hogy ebben is, és minden egyébben, ha megtehetjük, akkor támogassuk a magyar kereskedőket, a magyar tervezőket, a Magyarországon létjogosultsággal rendelkező olyan divat szaktekintélyeket, illetve divat szereplőket, akik most baromi nehéz helyzetben vannak, és tőlük rendeljük például maszkokat, például az ilyen termékeket, mert hogyha van választásunk, és hogyha megtehetjük, akkor az nagyon sokat számítana. A magyar divat az éppen fellendülőben volt most itt a világjárvány előtt, rengeteg szép nemzetközi sikerünk volt, és nem lenne jó, hogyha ez derékba törne, úgyhogy ha egy mód van rá, akkor válasszuk ebben is a hazait. Ugye van egy ilyen kampány minden egyébre, a divatról se feledkezzünk meg. Maja, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Kedves nézőink, az elmúlt fél órában Kernya Marian stylist-tel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!